a készülművész, művészettanár, jelenleg Waldorf iskolában energetikával, parapszichológiával, művészetterápiával foglalkozik. 15 éve kutatja és támogatja az új generációs gyermekeket és fiatalokat. E témában a bioenergetik kiadó gondozásában jelent meg könyve 2015-ben. Előadásai és gyermekekkel készített interjúi az Aranykor gyermekei címmel a csatornán megtalálható. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen kitartóan itt vannak ilyen sokan. Igyekszem hangosan beszélni, mert kicsit a külső zajokat kompenzálni szeretném. Én nem fogok oltásról beszélni, nem fogok diktatúrákról beszélni, nem fogok politikáról beszélni, hanem baj. Baj? Nagyon sok ilyet hallottunk, azt gondolom. Tudunk, és nekem elég nagy előfeszítésem, hogy fölhozzam az energia szintemet, hogy ilyen nagyon pozitív debüs dolgokról tudjak most beszélni önöknek, vagy nektek. Azon a legjobb, és azt kérném egy pillanatra tőletek, hogy egy pillanatra, ha becsuknánk a szemünket, és csak egy fél percig egy kicsit a szívünkre figyeljünk, és próbáljuk megérezni a szívünknek a dobogását. És egy lassú, hosszú, nagy sóhajjal próbáljuk meg elengedni most ezeket a gondolatokat, amiket ma kaptunk. És csak a szívünkre és a belső nyugalomra koncentrálni, csak egy pillanatra. Lassan lélegzünk, és a szívünkbe helyezzük magunkat. Mert most a szív küldötteiről fogok mesélni nektek. A szív gyermekeiről, akik az aranykort hozzák el nekünk. Még egy nagy sóhaj, és köszönöm. Most hogy látok az arcokon még? Igen, a szív küldöttei. Három olyan gyerekcsoport van most jelenleg, akiket egyértelműen meg tudunk különböztetni. Az egyik a hagyományos típusú gyerekek, akikkel ugye nagyon sokszor dolgunk van, jól ismerjük őket, legtöbben mi is azok vagyunk, akiknek az a nagy életfeladatuk, hogy főleg a saját vagy a család karmáját oldják fel, tisztítsák ki, tegyék rendbe. Nagyon nehéz feladat. Talán úgy mondhatjuk, hogy ez egy ilyen mély ásás. De anélkül, ugye, hogy a régi rosszul működő dolgokat rendben tennénk, vagy le nem bontanánk, anélkül nem tud semmilyen új dolog felépülni. Szóval ez az ő feladatuk, és teszik a dolgukat. Aztán 1980-85 körül született egy egészen más típusú generáció, akiket először hiperaktívnak, meg mindenféle devianciákkal, bélyegekkel bélyegezték és legyógyszerezték. Aztán, amikor már túl sokan voltak, és nem lehetett egy egész generációt, vagy egy iskolai osztálynak legalább a felét gyógyszerekkel lenyugtatózni, és a személyiségüket letompítani, akkor elkezdett egy kicsit a felnőtt társadalom, főleg ugye a pedagógus társadalom gondolkodni rajta, valami másról lehet szó, és elkezdett változni hozzá a pedagógia, a gyerekekhez való hozzáállás, és végül megkapták azt a spirituális elnevezést, hogy indigó generáció, vagy indigó gyerekek. Na most 80-85 óta ők már felnőttek, és nyilván önök között is jó néhány indigó fiatal ül. Az indigó fiataloknak a fő szerepe a régi rosszul működő rendszereknek a lebontása, egy nagyon nagy úttörő szerep, olyan, mint amikor egy sötét szobában egy gyertyalángot hirtelen meggyújtunk, és elkezdi a sötétet kiszorítani. Aztán fellobban még egy gyertyaláng, és még egy, és még egy, és aztán ragyog az egész szoba. Hát így működnek az indigó fiataljaink, vagy gyerekeink. Az ő szerepük tehát a forradalomkeltés. Minden rossz dolog, ami a világban zajlik, vagy éppen csak egy családban, vagy egy nemzetiségben, egy közösségben. Ők úgy érzik, hogy mindent jó útra szeretnének terelni, hogy ők forradalmat csinálnak, és mindent, ami hazugság, ami erőszakra épül, vagy diktatórikus, vagy hamis, azt mind elkezdik megváltoztatni elég erős módszerekkel. Mert ők tűzenergiával működnek, és bizony az a feladatuk, hogy robbantsanak.
Aztán 2000-től megint születik egy másfajta gyerektípus, akik a kristály gyerekek spirituális névre hallgatnak, de mondhatjuk őket extra szenzitív gyerekeknek, aranyelméjűeknek, nagyon sokféle neve, szivárvány gyerekek, tehát sokféle nevet kapnak. Az a lényeg, hogy ők a szív küldöttei. Én leginkább így szeretem őket nevezni. Nagyon sok ilyen gyerekkel találkozom manapság, nyilván szülőkként vagy gyerekekkel foglalkozóként sok ilyen gyerekkel találkoztatok, akik egyszerűen rosszat gondolni sem tudnak, nehogy ártani vagy rosszat tenni bárkinek, embernek, állatnak, növénynek, bárkinek. Ez a generáció, mi vagy a szívküldötteik, hatalmas nagy nyitott szívcsakrával rendelkeznek, mindenkit érzékelnek maguk körül, gyönyörű egységben érzik az egész világgal önmagukat, beleértve az univerzális világot, tehát az Istent, a növényeket, a földi világot, az állatokat. Az állatokra azt mondják, hogy azok a kis testvéreik, és hát hogy ehetnék ők meg a kis testvéreiket? Nem egy gyerek, én 12 éve foglalkozom belül, bocsánat, ezt nem mondtam az elején. 12 éves tapasztalatra építem mindazt, amit mondok. Nem olvasom, nem az internetről szedem, hanem pedagógusi tapasztalatok, gyerektábori tapasztalatok, amikre építem, és óvodáskortól a felnőttkorig foglalkozom velük, a mai napig nagyon sok saját csoportom van, és hát az iskolán belül is természetesen. Szóval higgyék el, hogy ez teljesen megalapozott, amit mondok. Tényleg van egy ilyen gyerekgeneráció, akik nem tudnak rosszat gondolni, akik nem tudnak senkinek ártani, akik hatalmas szívcsakrával, nyitottsággal rendelkeznek, és mindent érzékelnek. Azt, amit mi itt elmondunk ma, nem kell, hogy itt legyenek, ők érzik ezt az energiát, és úgy beveszik a lelkükbe, a szívükbe, mint egy kis szivacs. És ha még kicsi, akkor még nem is tudta megkülönböztetni, még nem tanultam meg, hogy hogyan tudnám megkülönböztetni, hogy ez most az ő bánata, szomorúsága, fájdalma, vagy ingerültsége, vagy a környezetből veszi át. Mert ők ilyenek. Mert gondoljatok bele, vagy gondoljanak bele, hogyha mi érzékszerveinket megszorozzuk hattal, a fülünket, a szemünket, a szívünk érzékenységét, a bőr érzékenységét, szorozzuk be hattal, ilyen egy kristály gyerek. De az indigó is nagyon érzékeny, csak az indigó, mivel hogy nagyon-nagyon sokat tapasztalt bölcs lélek, már előző életekből, ha már ezt el tudjuk fogadni, én azért mondom, előző életeit már végigélte a Földön nagyon sokat, ezért nagyon öreg bölcs és tapasztalt lelkek. A kristály gyerekek meg nagyon kis friss lelkek. Ők nálunk magasabb tudatszintű világokból születnek le, és még csak az első esetleg a második életüket élik ebben az anyagi földi világban. Nyilván máshol, másféle rendszerekben sokat tapasztalt lelkek ők is, de itt a Földön ők most vannak először, vagy még másodszor. Erre is nagyon sok visszaigazolást kapok én a tanítványaimtól, és látom. Nagyon sok meditációt csinálok velük, rengeteget festünk, rajzolunk, mivel én is művészember vagyok, ezért a festés-rajzolás ez alapvető eszközünk. Úgyhogy rengeteg képet is hoztam, amit ők készítettek, és nincs projektor, nem tudom sajnos kivetíteni, úgyhogy akit érdekel, majd így a laptopon tudom megmutatni a gyermekek festményeit, alkotásait. Szóval, három különböző gyerektípusról beszélünk, de ez nagyon fontos, hogy soha ne rangsornak tekintsük. Tehát nem arról van szó, hogy egy hagyományos energiájú gyerek, az csak olyan kis közepes, az olyan alacsony, de ha kristály bezzeg. Na nem, ezt nem szabad tennünk, mert akkor egy nagy spirituális egoizmust alakítunk ki belőle, és akkor nő a kis spirituális egója, minden gyerektől különbözőnek érzi magát. Ennek következtében egyrészt magányos lesz, másrészt pedig a küldetések nem fogja tudni rendesen teljesíteni, amiért a Földre jött. Szóval a három nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen fejlődési rangsor, mind a háromra szükség van, és a mai napig mind a három típusú gyerek születik. A hagyományos energiájú gyereknek a legnehezebb a dolga most egyébként, mert ez az egész, ami a külvilágban zajlik, minden, a médiától kezdve, az okostelefon, a tablet és minden, ami az agymosást szolgálja, sajnos ők a legérzékenyebbek erre. Az indigo meg a kristály gyerekkel, az új generációs gyerekeinkkel, nekik egy picit könnyebb, mert hogy nagyon erős küldetéstudatuk van. Tehát ők tudják, hogy miért jönnek a Földre. Nagyon, az indigo az nagyon makacsul tudja, nagyon nehéz nevelni, nagyon nehéz hajlítani, csak azt tanulja, ami az ő életfeladatának megfelelő, ami nem, azzal nem foglalkozik, nem hajlandó, esetleg a szülők kedvére közepes szintig megtanulni.
nagyon az igazság mentén megy, és nem ismeri el a hatalmi rendszereket. Tehát nem tud azért tisztelni valakit, mert ő egy iskolaigazgató, vagy egy apa, vagy bárki. Tehát az neki semmit nem jelent, az, hogy milyen ember, hogy valamiben zseniális például, akkor mindent meg tud neki bocsájtani, és a csillagot lehozza az égről a kedvéért. Mert tényleg egy őszinte emberi értéket lát benne. És a kristály gyerek is ugyanilyen, csak sokkal lágyabb. Ugye ő, hogy ő a szívcsakrával dolgozik, az indigó gyerek ugye főleg a harmadik szemével, és a szívcsakrán keresztül mindent érzelmi úton közelít meg. Ezért a művészet az nekik az elsődleges nyelvük. A zene, a képzőművészet, a mozgás, ez az elsődleges, ami vonza őket, és ebben zseniálisak, tehát nagyon-nagyon sok tehetséges gyermek van. Szóval mind a háromnak más a küldetése, más a feladata. Ahol egy indigó gyerek forradalmat tud csinálni, ott egy kristály gyerek elpusztulna. Tehát az a finom lágy szívenergia, meg az a finom magas rezgésű energia, az egy nagyon nehéz, akár háborús, vagy szociálisan nagyon nehéz helyzetű környezetben nem tudna megmaradni, már csecsemőként meghalnak. Egy indigó az végigküzd mindent, ő hatalmas makacs elszántsággal megcsinálja a saját kis forradalmát. A külvilág, amit ugye mi felnőttek teremtünk a gyerekeknek, az a borzalmas felismerés, hogy ezek a gyerekek olyanok, amilyenek lehetnek ebben a világban, olyan világban kénytelenek élni, amit mi felnőttek teremtünk nekik. Úgyhogy a gyerekeket én senkinek nem engedem, hogy bántsa, vagy szídja, vagy bármilyen negatív jelzővel méltassa, hogy milyenek a mai fiatalok, hogy a gyerekek így elkényeztetve, meg csak a számítógép, meg kábítószer szereznek meg mindent maguktól. Ezt ők így hozzák, így születtek? Nem, ezt a világot adjuk neki tálcán. Ő ebbe kénytelen belenőni. Az indigó gyerek, nagyon sok indigó azt mondja, de kristály gyerekek is most már, ugye ők is már lassan felnőtt korúak, hogy köszönjük szépen, ebbe a világba nem akarnak belenőni. Mire fel legyen egészséges, mire fel törekedjen, látja, hogy milyen a világ, pontosan érzi, és azt mondja, hogy ebből nem akar belenőni. Sőt, mi is szülők is, meg az egész netán tévét, vagy bármit néznek ezek a gyerekek, akkor nekik is ugyanúgy lejön, hogy a világ félelmetes, a világ tele van bizonytalansággal, tele van erőszakkal, és ez a világ neki annyira bizonytalan és félelmetes, hogy inkább belemenekül egy virtuális világba. És a számítógép ezért be tudja szippantani ezeket a gyerekeket, de minden gyerek típusra ez érvényes. Hogy ezt sugalljuk feléjük, ugye? Hogy ilyen világban vagyunk, ilyen világban élünk, ami hát biztos, hogy igaz, tény és való. De hát mi az igazság? Amit én annak fogadok el. Az én világom az nem a te világod nem az én világom. Ha én föntartom a magam az egész fölött, az orromat fölemelem, és nem engedem, hogy belesüllyedjek, akkor az én világom nem ez lesz, amit a tévé, meg a rádió, meg minden így áraszt rám. Egyszerűen nem hagyom, hogy a lelkemet lehúzza, hogy a rezgésemet lehúzza. És ugyanúgy kell nekünk segíteni a gyerekeinket is, minden típusú gyereket, hogy egyszerűen ki tudja tartani a fejét, tehát ne lássa a tévét, ne kelljen neki a számítógép mellett ülnie, még akkor se, ha Covid van, és csak úgy lehet tanulni. Próbáljuk ezektől mentesíteni őket. Lána az okostelefonok világa, ahol minden szemét ugye rájuk hárol. Tehát mindent, a pornográfiától az összes erőszakig, minden állat feléjük. Így nem lehet lelki egészségben nevelkedni. Ezt sajnos be kell, hogy lássuk. Hogy tudjuk megmenteni őket? Ez a nagy fő kérdés. Természetesen én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor, vagy a szülőknek is, hogy amikor a gyerek megkapja az első okostelefonját, onnantól kezdve nincs tovább kontroll. Onnantól kezdve a gyerek a felelős azért, hogy mit enged be a saját lelkébe. És ha hiszik, hanem ezt olyan szépen megértik, ez 6-8-10 éves gyerekek tökéletesen érti, akkor azt mondom, hogy te vagy a felelős, hogy mit engedsz be a kis lelkedbe. Amikor jönnek mindenféle problémákkal, amikor anorexiás, mert nem akar felnőtt lány lenni, mert látja, hogy mit csinálnak a nőkkel, a felnőtt lányokkal. És ő inkább anorexiás, és nem akar fejlődni. És ugyanúgy egy fiú is, hogy én nem akarok ilyet tenni a nőkkel, amiket lát ezekből a pornó jelenetekből. Amikor csak egy ártatlan filmet néz, reklámként bedobják. Hogy tudsz védekezni? Csak úgy, hogyha megmondjuk nagyon finoman szépen, hogy felelős vagy a saját lelkedért, és ne engedd be, és ne nézd meg, és takard el a szemed, és hagyd ott, és menj el. Egyelőre nem tudunk jó védekezést tenni. A másik, ha már az egészségről beszélünk, amit én nagyon fontosnak találok, hogy ha már a fizikai egészség egy picit, most arra gondolnék egy mondattal,
hogy amikor a gyermekeink, ugye főleg az új generációs gyermekeink valamilyen vírussal, vagy valamilyen problémával, betegséggel találkoznak, akkor ők nem hajlandó gyógyszereket beszedni. Tehát egyszerűen elhárítják a gyógyszereket, csak esetleg a homeopátiát és a gyógynövényteákat fogadják el, tehát kiskortól kezdve így reagálnak rá. Viszont nekik van egy olyan magas rezgésük, tehát sokkal magasabb rezgés szinten működik az egész energiájuk, mint az átlag emberé, hogy saját magát meg tudja gyógyítani. Tehát nem kell mindenre hirtelen ugrani, és nem kell azt programozni neki, hogy megyünk a doktorbácsihoz, és majd az meggyógyít, mint ahogy még ebben a gyerekversikében is, hogy mókuska leesett a fáról, ugye, és a doktorbácsi meggyógyítja. Így mennek a programok. Minél korábban és minél többször úgy beíródik a tudattalattiba. De mi van, hogyha azt mondjuk neki már pici gyerekként, hogy gyere, lefekszünk, itt a gyógyteát, most figyelj befelé a szívedre, figyelj az immunrendszeredre, egy kis vár a lelkedben az immunrendszer, és akkor vezényelt ki a katonáidat, és akkor milyen jó lesz, legyőzik a vírusokat, és utána szépen felépülsz, pihenj, és simogatja az anyuka. Az anyuka gyógyító keze mindennél többet ér. Tehát ha így állunk hozzá, és hát nagyon sokféle energetikai technika van, hogy kékfénnyel, szív, ritmus lenyugtatással, hogy tudjuk ugye akár a lázat is csillapítani. Tehát meg tudják tenni, mert hogyha nem egy külső szemétől várjuk a segítséget, hogy majd megoldja az orvos, vagy megoldja a Jóisten, vagy, tehát ha nem kifelé teszük, hanem azt mondjuk, hogy te képes vagy rá, a te immunrendszered tökéletes. Azt az Jóisten úgy teremtette meg, hogy mindenre meg tud birkózni, csak figyelj rá, csukd be a szemed, figyelj befelé, és csak segíteni kell, és nem kell sehova szaladgálni, és nem kell külső segítséget kérni. Tehát ez szerintem így minden gyermeknek ezt így pici korától kezdve ezt kellene elmondanunk. Szóval visszatérve a három típusra, a kristálygyerekek energiája ugye a legmagasabb rezgésen működik, a legmagasabb frekvencia, ezért a legérzékenyebbek is, viszont náluk vannak olyan gyerekek, akik az érzékenységük mellett még azzal is rendelkeznek, hogy emlékeznek előző életeikre. Még arra is emlékszik, hogy honnan jött ebbe az életébe. Tudom, nagyon misztikus, nem baj, én most spirituálisan közelítem meg az egész témát, de nagyon sok ilyen gyerekbeszámoló van a tarsolyomban, meditációk földébe, beszélgetések, festmények, rajzok, mert ezzel sokat foglalkoztam, hogy születés előtti időkből mire emlékeznek ezek a gyerekek. Az emlékező, vagy a kristály gyerekek között vannak olyanok, akiket én emlékező vagy csillaggyerekeknek hívok pont emiatt, mert tökéletesen el tudja mondani, hogy melyik világból született, hogy az milyen volt. Például csak egy-két példát mondok. Azt mondta ez a kisfiú, hogy a kristálybolygóról jött, 12 évesen, és a kristálybolygó, ahogy elmesélte, minden áttetsző volt, olyan, mint a folyékony víz vagy a gyémánt. Ott harag, meg negatív érzések, semmi nem érződik, soha semmi ilyen, ami a Földön, amit ő tapasztalt, ott semmi ilyesmi nincs, és hogy van valami nagy hegy, és ott van a kapcsolat a Teremtő Istennel, oda bárki bármikor fölmegy, és akkor tud beszélni vele, és kapcsolatban tud lenni vele. Akkor kérdeztem tőle, hogy hát ez nagyon szép lehet, hogy engem el tudsz-e oda vinni egy meditációba, akkor vezess egy meditációt nekem, és akkor vigyél el oda. És akkor azt mondom, hogy mosolyjal, hogy ha, de hogy viszlek, nem lehet, mert akkor elpusztulna a bolygóm. Egy kicsit megdavágott, hogy ennyire rossz embernek néz, de aztán rögtön érezte, hogy én mire gondolok, és aztán mondta, hogy nem azért, mert te vagy olyan, hanem mert az embereknek a fejében, ami van, az mint egy ilyen fekete köd, így ül mindenhol a Föld körül, és azt a fekete rossz erőt vagy energiát azt hoznám magammal, ha akarom, ha nem, mert én is az emberiség része vagyok, és amire az emberek gondolnak, meg amiket csináltak a Földön, azt én is viszem oda, és az mint egy bacillus, azt mondta szó szerint, egy bacillus szétterjedne a bolygóján, és mindenki megfertőződne, és mindenki meghalna, és elpusztulna. Elég szomorú tanulság, hogy ezt így látja 12 évesen. Egy másik kislány azt mondta, hogy kérdeztem, hogy miért születtél a Földre, mi a dolgod, miért jöttél. És azt mondja, hogy ő az ő bolygóján segélyhívó jeleket vett a Földről, és azt mondták, ő mondta, hogy szeretne lejönni és segíteni a Földön, és megnézni, hogy mi a baj. És azt mondták a Föld, vagy a saját bolygójának a vezetői, hogyha ezt a nehéz feladatot, hogy fölvállalod, hogy emberként megszületsz, akkor le tudsz menni a Földre, és akkor meg fogod tudni, hogy tudsz segíteni. De hogy ez nagyon nehéz dolog lesz. De ő azt mondta, hogy vállalja, és még több más társuk is csoportba jöttek le, és vállalták, hogy emberi testben, tehát más világ
energialényei emberi testben születnek meg, emberi testet vesznek föl, megtanulnak emberként élni, és úgy tudja megfokozatosan nyílik föl neki, hogy itt hogy tud segíteni. Tehát először meg kell tanulnia földi emberként élnie. Azt is mondta, hogy majd lesz egy idő, most még nyugodtan külön vagyunk mindenhol, de hogy lesz egy idő, pontosan tudja, emlékszik a szívében, lesz egy idő, amikor össze fogják őket hívni, és akkor tudja meg, hogy mivel tud segíteni a Földnek. Ez egy nem ritka eset, hogy a gyerekek szájából sok-sok, tehát évek alatti tapasztalatok alatt gyűlt össze, hogy legtöbbször nem az emberiség, nem az emberek megmentése, meg gyógyítása a fő cél, hanem a Föld megmentése. Tehát nem mi vagyunk itt a nagy játékosok, ahogy mi gondoljuk, hanem a Föld. Ez a gyönyörű bolygó, ez a gyönyörű ökoszisztéma, így ahogy van. Sokkal kevesebb gyerek mondja azt, hogy én gyógyító leszek, és gyógyítani fogom az embereket. Ilyet is sokat hallottam, de sokkal több az, aki a Földet gyógyítja. Aki azt mondja, hogy, hogy a földi állatok az ő kis testvérei, vagy a fával teljesen egységben érzi magát, egybe, most pont, és ráadásul Erdélyben nagyon tiszták a kristály gyerekek, annyira tisztán látnak és érzékelnek, sokat járok Erdélybe, és nagyon sok ilyen gyerekkel beszélgettem, hogy éppen mondta, hogy most jöttünk vissza egy kirándulásról, és ott volt egy fa, és én áttöleltem, és leültem, és így folyt a könnyem, mert éreztem, hogy teljesen beleolvadok a fába, és éreztem, hogy a fa mit ér. Mondta ezt 11 évesen ez a kislány. És nem egy ilyen van, hanem sok ilyen van. Szóval a Föld megmentése. Egy másik kislány azt mondta egy kis relaxáció után, egy kis meditáció után, sírt. És akkor is fákra meg a természetre meditáltunk, természet elemeire. És azt mondta, hogy azért sír, mert hogy a legszebb dolog, amit eddig látott a Földön, az a természet. Vagyis ő most lehet, hogy első életét éli a Földön, és eddig a legszebb, és még meg is tudja fogalmazni. Ez a megfogalmazás, ez egy olyan dolog, hogy 5 és 6 éves koruk között tudják a legszebben megfogalmazni a spirituális gondolataikat, meg emlékeiket, mert még megvannak ezek az emlékek. Mindannyiunkban van, csak tudat alatt van szépen elpakolva, de nekik megmaradna, ez egy generációs váltás például, hogy nekik megmaradnak ezek az emlékek. Nem mindegyiknél és nem mindegyik tud beszélni róla, hiába gyönyörű kristály energiájú gyermek, nem biztos, hogy emlékszik rá egyáltalán, de nagyon sokan igen, és olyan 7 éves koráig beszél róla, utána az iskolába kerülés után egyre inkább záródnak be. És egyre kevesebbet beszél, még otthon csak-csak, ha a szülők megértőek, de az iskolában már annyira nem akar kilógni az átlagos gyerekek közül, és hát senki nem szeret periférián lenni és magányos lenni, úgyhogy inkább ezekről már nem beszél. Vagy esetleg maguk egymás között egy-két baráttal beszélik meg. Mert nekik elég egy ember, akivel szót tudnak érteni, aki nem lenézi, meg nem azt mondja neki, hogy hülyeség, ez csak álmodtad, ilyen nincs is, ez nem a valóság. Vagy éppen pszichológushoz viszik, mert az a súlyosabb eset. Amikor azért, mert lát, mert érzékel, mert akár holt lelkeket is érzékelhet, meg bármilyen energiákat maga körül, amit esetleg félelmetesnek lát, és ilyenkor, ha ezeket mondogatja sokszor, akkor egy idő után szülő megijed, hogy jaj, úristen, csak nem skizofrén a gyerek, és akkor viszik mindenféle pszichológushoz, aztán előbb-utóbb jön a gyógyszer. Nem, azért hál' Istennek nem mindig ez a folyamat a dolognak. Szóval ezek a gyermekek, mivel hogy extra szenzitíven, extra érzékenyen érzékelnek mindent, amit nem is mondunk ki akkor is, hogyha érezzük vagy gondoljuk, ők pontosan le tudják venni ezeket a gondolatokat. Indigó gyerek is, meg a kristály gyerek is nagyon érzékeny ezekre a gondolati energiákra, pontosan le tudja venni, de nem biztos, hogy tud vele mit kezdeni. Tehát nagyon sokszor ettől lesznek betegek. Ugye mondtuk azt, hogy milyen magas rezgésen vannak, és tudják gyógyítani magukat, sőt a gyógyító energiákat gyönyörűen le tudják csatornázni, és 3 nap alatt meggyógyulnak, jó esetben mindenből. De ha folyamatosan a környezetéből veszi át, tehát olyan iskolába, óvodába jár, ahol folyamatosan kapja ezeket a nagyon kaotikus, zavaros, negatív energiákat, vagy a felnőttek, vagy a szüleiből ugye folyamatosan veszi át, mert ezzel próbál segíteni például a szülőknek, segít ezzel, úgy érzi, hogy segít, ha magára veszi, és ő sírdogál, és nem tudja megkülönböztetni, hogy most az a saját szomorúsága, vagy pedig a szülőtől veszi. Hát
Ezt az érzékenységet, ezt idővel megtanulja kezelni, kicsiként még nagyon-nagyon nehezen tudja kezelni, ilyenkor nekünk kell melléjük állni. Aztán ahogy egyre nagyobbak, egyre tapasztaltabb lesz, egyre jobban megtanulja kezelni ezeket, és már nem fogja ilyen mélyen érinteni. Milyen módszerekkel tudunk segíteni? Azt gondolom, hogy ez még így akár szülő vagy pedagógusként ez elég érdekes lehet. Hogy tudunk segíteni? Hát először is nagyon fontos az esti mese. Kicsi gyerekeknél egy meditációt, egy ilyen nyugtató, gyógyító meditációt, bármit, amit akár hallgatunk, hallunk valahol, vagy akár ki is találhatunk egy ilyen meditációt, akkor szemtől szembe meséljük el, mert a kisgyerekeknél még a mesetransz állapot működik. Tehát ő szemtől szembe nézve pontosan úgy éli bele magát, mint hogyha jelen valóságban élne. Na ezért nem mindegy, hogy Piroska és a farkas hallgat, hatalmas farkassal, vagy pedig egy ilyen szép meditációs mesét hallgat esetleg. Tényleg nagyon nem mindegy. És ha nagyobb, akkor pedig már rá lehet venni 7 éves kortól, hogy becsukott szemmel lefekve el tudjon lazulni. És ha ellazult, akkor jöhetnek a pozitív gondolatok, akkor már lehet pici finom érintésekkel ellazítani. Ha egy picit megérintjük a testét, mikor fekszik, akkor lehet érezni, hogy feszült az izomzata, vagy nem. Ha feszült, akkor egy picit lehet mozgatni, ringatni. Egyébként felnőtteknél is van ilyen masszázs, talán szeretetmasszázs, vagy metamorf masszázs, de valahogy így nevezik. Pici érintésekkel, pici ringatással egyre jobban el fog lazulni. A másik meg ez a homlok és a tarkó érintés. Ez egy nagyon finom biztonságérzést ad a gyerekeknek, úgyhogy ezzel is nagyon jól lehet nyugtatni. Hogyha azt érezzük, hogy a szíve nagyon erősen pörög, lázas, vagy feszült, vagy ideges, vagy fél valamitől, akkor először egy becsukott szemmel, ugye az anyuka, hogyha vagy a képen vele van, ha én nyugodt vagyok, akkor rá tudom tenni a szívére, a mellkasára, vagy a hátára, hátul a kezemet, és velem együtt kérem meg, hogy lélegezzen, és lassan lélegzem, és ő kezdi átvenni ezt a lassú légzést, és közben én egy nyugodt, hideg képfénnyel nyugtatom a kis lelkét. Szóval egy csomó ilyen energetikai módszert lehet alkalmazni, pláne ha új generációs gyermek, akkor kiválóan érzi és alkalmazza azonnal. Hagyományos típusú gyerekeknél egy kicsit hosszabb ez a folyamat, de náluk is abszolút működik. Szóval ez a nagy küldetés tudat, ez megmenti a gyerekeket, az új generációs gyerekeinket attól, hogy ez a média világa, meg a okostelefonok világa bedarálja őket, mert hogy ők tudják, hogy miért vannak a Földön, és próbálják ezt a küldetésüket ezt teljesíteni mindenképpen. A kristálygyerekekről még annyit, a csillag és kristálygyerekekről, hogy ők egymás között, hogyha egymásra találnak, azonnal megismerik egymáson, hogy ők olyanok. Tehát ő látja, hogy jaj, de jó, ő is olyan, és rögtön egy ilyen kis jó érzés, egy kellemes érzés így végigfut rajta, és érzi, hogy vele rokonságban van, és elkezdenek barátkozni, meg beszélgetni, tehát egymáson megismerik. De azt is látjuk, hogy elég kevesen vannak, és ilyenkor az átlag, ha az átlagos energiai gyerekek vannak sokan, akkor ő nagyon egyedül lesz, és nagyon magányos lesz. Ezzel ellen azt tehetjük, hogy igyekszünk keresni olyan gyerektársaságot, amilyen ő. Hozzuk össze, ha csak hetente egyszer, vagy két hetente egyszer tudnak egymásra találni, és együtt lehetnek egy kicsit, akkor neki már kiegyensúlyozódik, hogy ő nem kivételes, és nem beteg, és nincs vele semmi probléma. Egyébként a természet a másik, amiben ők nagyon gyorsan tudnak regenerálódni. Hát, nagyon érdekeseket mesélnek el, 4 és 7 év között látják az energiákat a természetben, akár a tündéri energiákat, a fának az auráját, tehát aurát is látnak tisztán. És a természet energiáiba, ugye a tűz, víz, levegő, föld energiájába ők kifejezetten tisztulni és töltődni tudnak. Ők egyébként nekünk utat mutatnak, tehát a csillaggyerekeink meg a kristálygyerekeink pontosan mutatják, hogy kéne viselkedni egymással. Pontosan mutatják, hogy a természethez való kötődés, ez mennyire fontos, hogy mi is éljük bele magunkat. Olyan dolgokra hívják fel a figyelmet a természetben, amit én felnőttként észre se veszek. Tehát amikor megkér engem a kisfiú, hogy hasaljak le, és nézzem, hogy ott a bodobács meg a hangya hogy mászkál, és hogy tapsol a bodobács a szarvában, én soha ezt észre nem veszem innen föntről felnőttként. De ha belemegyek a játékába, akkor olyan csodálatos világba visz bele, ami nekem is valószínű, hogy megvolt 3 éves koromig, vagy 4-ig, de most már nincs meg. Tehát érdemes menni, és érdemes elfogadni az ő vezetésüket, mert csodálatos világra nyitják ki, ugye a mi szemünket, meg a mi lelkünket is.
Hát ezek a gyerekek azért, tehát miért is vannak? Tehát ugye a védák szerint ugye most vagyunk a vaskorba, tehát most a legmélyebb időszakát éljük a világnak. Nézzük spirituálisan ezt az egészet, amiről ma, meg tegnap is szó volt. Tehát a világ egy ilyen periódikus hullámzásban van. Most a fenekén vagyunk, most a Kali Yuga korszaka, a vaskor vége. Lassan kezdünk belőle kimászni, de még nem nagyon érezzük, de már azt látjuk, hogy már vannak olyan dolgok, amik már a másik világ kiútját mutatják. Tehát mint a vonatsínek, most még egymás mellett megy a sötét lebontó energia, és épül fel az új világ energiája. Tehát most még párhuzamosan haladunk. De ezek a gyerekek, a kristály gyerekeinkre gondolok elsősorban, ők egy olyan tiszta világot mutatnak magukon keresztül, meg az energiáikon keresztül számunkra, hogy egyszerűen lehet látni, hogy ez lesz az aranykor. Követni kell, figyelni kell, és vigyázni kell, hogy ez a sín, az ne törjön össze, hogy tudjon rajta futni, mint egy kis vonat. Tehát a mi dolgunk az, hogy a sínt tartsuk meg neki, hogy azon ő tudjon futni, hogy tudja teljesíteni a küldetését, szépen tudjon épp egészséges lélekkel végigmenni rajta. Csoportosan fognak majd egymásra találni természetesen, mert minél nagyobbak, annál inkább összevonzák egymást, és csoportban dolgoznak. Egy indigo gyermek küldött nekem egy olyan képet, nem tudom, hogy összerkesztette, hogy jöttem a világot megmenteni, és nem vagyok egyedül. Tehát ez a jelszó náluk, hogy nincsenek egyedül, tehát közösségben vannak. Szóval az aranykor így fog felépülni, hogy most még a Kali Yugának az alsó részében vagyunk. Most ilyenkor persze hamis proféták, most egyetlen Isten van, csak a pénz, most ezt a világot éljük, tényleg egy nagyon lenti világ. De ebből föl fog épülni egy aranykor, amit ezek a gyerekek, ha már azt nézzük, hogy isteni küldetés, ezek a gyerekek miért vannak ide küldve? És nagyon mások, mint amik eddig voltak. Én 20, nem tudom hány éve, majdnem 30 éve foglalkozom gyerekekkel. És látom, hogy az utolsó 10-11 évben más milyenek ezek a gyerekek. Illetve, hogy ez a három típus van, és látom, hogy a kristály gyerekek totál mások. Más a értelmi képességük, más, hogy alkotnak, más témák érdeklik őket, teljesen más témák, tehát nagyon különböznek a többiektől. Tehát lehet látni, hogy az ő küldetésük az, hogy ezt az aranykort kezdjék nekünk szépen felépíteni. Tehát nem fog összedőlni a világunk, mert különben a Jóisten miért küldte volna ide ezt a gyerekcsoportot? Miért lennének itt ezek a gyönyörűséges gyerekeink? Csak azért, mert ők fogják az új világot nekünk elhozni. Nekünk csak az a feladatunk, hogy ismerjük fel, azért beszélek róluk, ismerjük fel, próbáljuk megkövetni, és próbáljuk kristály felnőttekké válni. Tehát ez a lényeg, hogy mi is lehetünk kristály felnőttek, mert a kristály gyerekek mutatják, ezek az extra-szenzitív, gyönyörű lelkű gyerekek mutatják, hogy milyen az új világ. Például óvónők, nem is óvónő, még bölcsödés néniknél tartottam egyszer kisgyermeknevelőknél egy ilyen kis előadást, és így panaszkodtak, hogy hát a mai gyerekek milyenek, hogy képzeld, vannak olyan gyerekek, akik neked hiába tanítok arra, hogy hát vedd vissza a játékodat, meg ne hagyd, hogy fölökjön meg vedd vissza az a tiéd, és olyan kis múja, hát nem csinálja, ráütnek, és ő csak néz nagy szemekkel, vagy sírva fakad, és soha nem üt vissza, hiába tanítom, nem tanulja meg, hogy visszaüsse, hogy megvédje magát, hát miért nem védi meg magát? Na hát ezt ugye földiesen nézve, igen, az ő szemszögéből ez igaz. De hogyha azt nézem, hogy ha akárcsak a Biblia tanítását veszem példának, hát Jézus mit tanított az embereknek? Ugye, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, meg bánjunk úgy az emberekkel, hogy szeretnék, hogy veled bánjanak. Hát ezek a gyerekek pont ezt csinálja. Az a csodálatos benne, ha ezt tudatosan végig gondoljuk, hogy ezekben a gyerekekben, és nem minden gyerekről van szó, ezekben a gyerekekben nincs meg az a reflex, hogy visszaüssön. Tehát megüti egy gyerek, hogy elveszi a játékát, és neki nem az a reflex, hogy visszacsap, vagy kitépi a másik kezéből, és visszaveszi, mert az az enyém, hanem már egy magasabb tudatszinten gondolkodik, és érzékel, és azt mondja, hogy átadja neki. És nem reflex, hogy visszaüssön. Később mi lesz belőle? Egy ilyen Dávid típus lesz, aki az ésszel, a lelki tisztasággal fog győzni. Azzal, hogy okos, hogy tiszta lelkű, hogy segítőkész, és ezért szeretik őket. Mert mindenkinek segítenek, mert mindenkit megvédenek, mert kiállnak érte, ha bántják az iskolába, akár ha a tanár bántja, oda megy és kiáll elé, és nem érdekli, hogy esetleg ő fog majd igazgatóintőt kapni, vagy valami megtorlás. Akkor is megvédi azt, aki gyengébb, akármilyen állat vagy ember, elesettebb, biztos, hogy kiáll mellé és megvédi. Na, ez jó kis erősítés. Szóval ők így működnek, hatalmas nagy belső lelki erővel működnek,
és ezért bizakodhatunk benne, hogy bizony ez az aranykor el fog jönni. Azt tudjuk, hogy azért már volt előttünk emberiség. Tudjuk, hogy már volt 4, állítólag már 5 emberiség is volt a Földön, mi már még 5 vagy 6-ak vagyunk. Tehát mindig volt egy ilyen felemelkedés, lesüllyedés, és ha onnan nem tudtunk fölkapaszkodni, akkor viszont reset gombban, és akkor egy új emberiség indul. Volt már ilyen. De a kristálygyerekek szerintem azért vannak itt, hogy ezt a felemelkedést segítsék. Mert különben ők is ugye pusztulnának. Tehát ők itt vannak, egyre többen jönnek, világszerte egyre többen jönnek. Hát Európára van nyilván rálátásom. De azt lehet látni, hogy ahol művészeti iskola van, ott legalább 80% egy képzőművészeti iskolában, vagy éppen egy Waldorf iskolában, 80% egy átlagos iskolában 50%. Aztán, hogyha hát nagyon elmaradott vidékeket nézzük, akkor ugye csökken a számuk. Ott egyre kevesebbek és nehezebb a dolguk. Szóval azt gondolom, hogy most hát így kapkodva hirtelen pár fontos információt így elmondtam, de hogyha még egy-két percünk van kérdésekre, akkor nagyon szívesen válaszolok. Igen? Azt szeretném megkérni, hogy kristálygyerekekkor születnek? Tehát kristálygyerekek mikorhoz? Illetve még egy kérdés, hogy csecsemőknél már felismerhető persze, persze. Hogyan ismerjük a csecsemőt? Igen, ezek fontos kérdések. Tehát először is ugye, hogy a születés. Hát olyan 2000 körül nagy hullámba, de az nem azt jelenti, hogy csak akkor, tehát elősök mindig voltak. Tehát lehet 50 éves kristálygyerek is valaki, aki éppen elő és ősként van. Nagyon ritka, de azért van, előfordul. 2000-től nagy hullámban, tehát sokan születtek, ahogy indigók, meg a 80-as évektől sokan. De párhuzamosság van, jó? Itt csak a mennyiségből van az, hogy nagy hullám, vagy éppen csak előrsök. Jó, ez az egyik. A másik, hogy miről ismerjük, már magzatkorban érezhető, hogy egyszerűen gondolatokat sugal, tehát a nevét sugalja például. Kisbabakorban nagyon sokat sírnak, a kristálygyerekekről ugye arról kérdezett, hogy azért sírnak sokat, mert nekik nagyon szokatlan, hogy egy pici testbe és a Föld gravitációjába vannak szorítva. Ez nagyon furcsa nekik, ugye mi vagy első, esetleg második életük ebben az anyagi világban, amiben mi élünk, és egyszerűen azt meg kell szoknia, hogy most már nem a gondolattal teremt, és nem ott van, ahol éppen lenni szeretne, egyik pillanatról a másikra, hanem egyszerűen a gravitáció lehúzza, van egy szűk kicsi teste, és van egy kis ágya, és ez borzasztó ideg neki. Na ezért nagyon szeretnek mellkason feküdni, tehát a szívdobogást hallgatni, mellkason feküdni, és nagyon sokáig szoknak, tehát nagyon mély a kötődés az édesanyával. Az egyik legfontosabb a tekintet. A kristálygyerekek tekintete lenyűgöző. Tehát ahogy ők a szemünkbe néznek újszülöttkortól kezdve, úgyhogy még nem is fókuszál, de az energiáját összeköti azzal, aki őt nézi, főleg a szüleivel, olyan mélyen tud szemtől szembe nézni, hogy egyszerűen azt érezzük, hogy olvas belőlünk. És ilyenkor ő kapcsolatot épít. Tehát a mi lelkünkkel ilyenkor beszélget, kapcsolatot épít teljes mértékben. Csak egy felnőtt ember ugye zavarba jön tőle. Egy ilyen kisgyereket az utcán látjuk, és mondjuk ilyen fél éves, egy éves, és ilyen meretten így néz a szemünkbe, és bámul a szemünkbe. Egy-két perc után olyan zavarba jön egy felnőtt ember, hogy most mit néz rajtam, most mi van rajtam, festéken, mi van kívül? Nem a külsőt nézi, a belsőt. Tehát ő mélyen tud belénk kapcsolódni, és nem kritizál, és nem bírál, tehát nem az nézi, hogy mi van rajtad, furcsa, semmi bírálat, hanem egyszerűen beszélget a lelkünkkel, és ha engeded, ha elengedjük ezt a görcsöt, hogy most mit figyel rajtam, és zavarba jövök, hogy néz, akkor elindul a párbeszéd, és lehet érzékelni, hogy ő mit, milyen energiát küld, vagy éppen mit kérdez. Tehát a szemkontaktus az első, nagyon hosszan, egészen addig, amíg olyan óvodáskorban meg nem tanítjuk nekik, hogy nem illik bámolni a másik embert. Ha ezt megtanítottuk, onnantól kezdve már leviszi a tekintetét, és akkor már megszünteti ezt a... Tehát ez a nagyon-nagyon meleg, és olyan energiájuk van, hogyha ölbe veszed és megöleled, egyszerűen azt érzed, hogy így gyógyul a lelked, tested, mindenet tőle. Alig várják a szülők, kristálygyerek és szülők, hogy ölelgessék a gyereket. De már nem lehet ilyen régi sztereotípiákkal nevelni ezt az új generációt, hogy hagyjuk, hagyj sírjon, erősödik a tüdeje, meg ne kényeztesd el, nevedd föl, mert elkényezteted. Ma már öröm, ha fölvehetjük. Azt érezzük, hogy annyira jó a közelébe lenni, annyira jó a testét megérinteni, megsimogatni, és nagyon nagy szeretettel ölelnek és igénylik a testi kapcsolatot. Ők a gyerekek egymást is ölelgetik, amit régi generációknál nem láttam ilyet. Testvérek, hogy megölelgetik egymást, óvodába tárt karral ölelgetik egymást gyerekek. Hát ilyen régen nem volt.
Szóval most már ez van, tehát ilyenekről lehet például megismerni. Találkoztál-e olyan babával, ők még babák, akiknek a szülei, az anyukája a terhesség alatt beoltatta magát? Hát ez egy, igen, ez egy nehéz kérdés, csak nem akartam ilyen negatívba vinni. Egyelőre csecsemőként, igen, de most még csecsemők. Egyelőre nem látszik semmi probléma, kollégáim is vannak ilyenek. Egyelőre teljesen rendben vannak, de hát orvosilag én ezt nem tudom megállapítani. Azt tudom, hogy a szülők persze betegesek, tényleg így havonta, két havonta van valami betegség, mondjuk ezt tudjuk, ez természetes, hogy az oltottak nagyon gyenge immunrendszerrel rendelkeznek. Gyerekeken még nem látok ilyen tünetet. Viszont az nagyon fontos, hogy a kristálygyerek, aki ilyen extra szenzitivitással rendelkezik, vagy indigó, extra szenzitivitással rendelkeznek. Most képzeljétek el, hogyha ebben a nagyon-nagyon finom, érzékeny, tiszta energiájú gyerekeknek a testébe bekerül egy ilyen radikális, durva oltóanyag, hogy az mit csinál. Tehát ezért nekik sokkal veszélyesebb, és nagyon-nagyon finoman, és nagyon meggondolva. És ha kötelező, akkor vannak homeopátiás szerek, vagy vannak trükkök, amit meg lehet beszélni az orvossal, hogy megszorítja a kis karját, nem engedi, hogy belemenjen a vakcina, vagy rögtön kiszívják, anyukától tudom, ezt csinálják. Kiviszi rendelőből, rögtön kiszívja a kis karjából az oltóanyagot, minél kevesebb kerüljön be. Mert hogy tényleg, tehát a kristálygyerekek annyira szenzitívek, hogy tényleg nem egyszer hallottam, hogy autizmust hozott elő, hiper csúnya allergiákat hozott elő, tehát mindenféle betegségek előjöhetnek. Aztán hát az ember alkalmazkodik, meg az immunrendszerünk azért nagyon csodálatos dolog, és az emberiség alkalmazkodik előbb-utóbb mindenhez, tehát én nem gondolnám azt, hogy most ezzel egy generációt meg lehet ölni, de hogy nagyon gátolni lehet a fejlődésüket, meg az agyi fejlődésüket, sajnos az biztosan így van. Nagyon szépen köszönöm az előadásodat. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És nagyon szépen köszönöm. Imre Szűzen!